senkit érdekel a lobogó a gyásztepel, ha kiteszem a kapura, hogy meghalt Földesi Gyula. Elment Mauric, Szabó Dezső, telik a magyar temető, elment Jó Karácsony Sándor, Gulyás Pál és Olá Gábor. És te voltál most a soron, Budán fennélő bajnokom, ezért tettem ki a sárga gyásztalelkem kapujára. Sárga kacat, fehér fátyol, mi maradt még Ázsiából, ezen kívül semmi másom, csak a furcsa mosolygásom. Erről ismer meg Ázsia, a gondatlan édesanyja, ha elindul, hogy a messze csábult fiát felkeresse. Szóval örökre lehúnyta a szemeit Földesi Gyula, s róla kell, de inkább rólam sírni most a siratóban. Én is ültem Gyula bátyám, aditátus paripáján, s mentem fiatal koromba, felhozzát a rózsadombra. Az út hozzád ott vezetett a gülbaba sírja mellett, alattam Pest, Duna hida, két párában ködben úsztak. A lakásod szép helyen volt, Tulipán utca 18, te siettél ki elénbe, a legelső csengetése. Ebéd után Luna néni olyan szépen tudott kérni, most már Sanyi az asztalnál nekünk valamit szavaljál. Cseléd lányotok, Mariska, a verseim mohó itta, jól emlékszem két szemére, karcsú magas termetére. Én, mintha csak gyermeketek lettem volna, úgy szerettetek, hogy volt a feleséged a nagy csillagtalan égnek. S nem tagadom, hogy valaha én is voltam Horthy Baka, mint Baka is benneteket ott Budán felkerestelek. Elbeszélgettünk ott hárman a nagyszoba homályában, hol veszegett fejjel állt a könyvek haragos bikája. Luna néni zongorához ült, egy Bartók opuszt játszott, nekem játszott a kanapén, félredülve hallgattam én. Veszprémben voltam katona, onnan vittek ki a frontra, Briansk, Orel, Kurce és a Don, hány állomás az utamon, s írogattál Gyula bátyám, Árkuson vagy piros kártyán, most a kedves leveleid átolvastam újra megint, én jótevő professzorom, mindig harcra kézbajnokom, láthatatlan védelmezőm a Donnál is kinn a mezőn. Amíg kinn a fronton jártam, megfordultál Mikolában, kíváncsi voltál apámra, a füvekre meg a fákra. Szép lány volt Magos Júlia, megjelent a nagykuri a szobájában akkor este, ő is a tiszteletedre. Olyan szép magyar beszédet, ahogy Jussi beszélt véled, nem hallottál senki mástól, csak Adinak a szájából. Én már Gyula bátyám, soha nem megyek a rózsadomra, hová és kiért mennék fel, ilyen bagoly rúgta képpel. Úgy megyek én, mintha botra volnék már is támaszkodva, mert baj van a derekammal, mostan üzent a donkanyar. Jussi sem az már, aki volt. A fekete szilajcsikók nem táncolnak a hajában, vejnasszon lett Polyalában. Úgy élek itt Mikolában, mintha élnék Polyalában, egy rossz házban sötét zugba, siratlak Földesi Gyura. Ablakomba szól ma hónap hangja a halálba golynak, és kiesik a vénbetyár kezéből a kanteletár. Mit és mit ért? Ért, hogy pengettem, ha csak mi hallottuk ketten Gyula bátyám, s a magyarság tömegei ma sem hallják, úgy ásnak el, mint egy dögöt. Életemen végigköpök, tudni, hogy hiába éltem, ez a pokol mindenképpen. Felsóhajtok olykor-olykor, jaj, ki vált meg a pokoltól, most kellene Gyula bátyám, hogy átugras a csőrszárkán, csak hogy te a híres bajnok, földbe szúrtad már a kardot, félelmes kard volt, s a rozsda ezért a földbe se fogja. Odakinn a téli szelek üvöltenek, süvöltenek, mint egy beteg az álmában, úgy sír a fal kályhában. Lesz-e majd egy újabb vitéz, aki értem harcolni kész, aki átjön vizen sáron, hogy a pokoltú megváltson, csak a halál, csak a csapás. Nem is kerül le már a gyász, a sárga és fehér fátyol az én lelkem kapujáról.
Szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket. Nagy tiszteltük Gellér Gyula Esperes urat és kedves testvéreit. Vegyük sorban Ágnest, Anikót. Ákos jött? Még nem. Még nem érkezett. Ugyanakkor szeretettel köszöntjük lelkésztársammal együtt összegyűjt testvéreket. Hiszen nem csak nőtestvérek vannak jelen, köszönöm, hogy főgondnok úr, presbiter testvérek, akik lehetőséget tudtak teremteni, éltek az alkalommal és a meghívásunknak eleget tettek, itt vannak velünk. Nagyon jól esik így együtt lenni, mert ez a tény is, ez a mai találkozó is igazolja, hogy még egy pár lélek, és ez a kis terem már szűkös lesz számunkra. Mindenféleképpen a hasonló rendezvényekhez szükség van a Jóisten kegyelméből lassan, csendesen a tavaszi időben felszentelendő imaházra. Kedves vendégeinknek a köszöntése után rövid áhítattal kezdjük mai együttlétünket. Tetszenek tudni, hogy Gellért Sándor költő életéről lesz szó, és ez a legszebb, azt hiszem, bizonyságtétele az együttlétünknek és a mai megemlékezésnek, hogy a költő gyermekei is szólnak, visszaemlékeznek. Ez a leghitelesebb és a leggazdagabb beszámoló mindig, amikor az utódok tudnak szólni elődjeikről, szeretteikről. Ha egy kicsit belegondolok, akkor én is elérzékenyülök, és csodálatos érzés, én csak bele próbálom képzelni magam, mit jelent a jelenlévő testvéreknek majd az édesapáról szólni, munkájáról, életéről, költészetéről. Isten dicsőségére, kedveseim, énekeljük a 449. énekünknek az első és második versét. Jézus, te égi szép! Jézus, te segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Olvasom Pál apostol Efézus beliekhez írt levele, harmadik részéből, a 14-től 21-ig terjedő verseket hallgassuk alázattal. Ezokáért meghajtom térdeimet, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség, menjen és földön, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága Isten jó voltának.
és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint annak légyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen. Mennyei édesatyánk, Urunk a Jézus Krisztusban, januári idő, és ahogyan érezzük a kintről való bejövetelünk alkalmával, kint nyírkos, hideg téli idő veszi körül az életet, az ember arra gondol, hogy mennyire jó lenne, mint régen valamikor, ha tehette téli időben, talán egy termálfürdőben, forró vízben megmárkózni, benne felújulni, átmelegedni. És amikor az emberi szív és gondolat, tudat hasonló vágyakozása ébred, és ilyen gondolatokkal játszunk, amikor talán egy kicsit kint fázik az ember, s az életünk, akkor olyan jó leső érzés Pál apostol imádságában így megmerülni. A felolvasott imádság gondolataiban fölfrissülni, és érezni azt, hogy egész külső és belső énünket átjárja egy különös mennyei forróság, ami gyógyít, amely által megváltozik az életünk. És érezzük, hogy jó nekünk itt ebben a közösségben így megújulni. Mert az imádság csendjében változások jönnek, de ezt a változást és a termálfürdő melegségének is emlékét és testet gyógyító hatását is csak az az ember éli át, aki valamilyen formában részesül benne. És az imádság ajándéka is csak akkor bontakozik ki, ha mi lassan és csendesen a golgotai keresztelőt téldre ereszkedünk, Istenem, és el tudjuk mondani, meghajtjuk térdeinket, a mi mennyei édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus mennyei atya előtt. És köszönjük, hogy a keresztövében elcsendesedő és imádkozó emberi élet, szív, lélek és gondolat a teljes én, rejádöbben arra, hogy milyen ajándékozó Istenünk van. Mert a kereszt nem arról szól és nem arról beszél, hogy valakit kivett Isten ebből a világból borzalmas szenvedéseken át, hanem éppen örökre e világba költözött az életünkbe Jézus Krisztus szenvedése és feltámadása által. Ajándékozó Isten, köszönjük mindazt, amiket egymásban kapunk, és mindazokat a mennyei ajándékokat, amelyekkel fölruházod az életünk, és gazdaggá teszed itt gyülekezetünk. Találkoztunk már ezen a helyen, és olyan felemelő, átölelő, szívet és lelket melengető baráti találkozás volt sokunknak, de testvéri is, és az imádság csendjében mindig megújuló. Áldott légy azokért, kik itt lehetnek. Örökséget szívükben, gondolatukban továbbihetnek. Nem csak egy megalkotott könyvnek, nem csak egy kinyomtatott versnek gondolata, nem csak egy megírt örökségnek vagyunk mi örökösei ebben a percben, hanem úgy vannak közöttünk sokan, kikben ott munkálkodik a lélek, kikben ott munkálkodik a megélt közös éveknek élménye sokasága, és oly csodálatos élményei ezek az életnek, amelyek egy apai tanításnak hangjában, amelyek egy apai gondolatnak bíztatásában, ha utolérnek, ha bennük megszólalnak, mindig értelmet nyer a gyermeki élet, mindig erőt, mindig megújulást, és mindig reménységet. Tud, hogy enged, Uram, hogy tudjunk sáfárkodni
örökségünkkel, tudjuk megőrizni becsülettel, imádsága szívvel adózni az emléknek, de az örökséget továbbvinni, a talentumokkal kereskedni kell. És köszönjük neked, hogy ebben a helységben, az együttlétünkben, szívünkben lakozik a Krisztus, akinek szeretetére épül fel együttlétünk, megemlékezésünk. Krisztusi szeretettel idézünk múltat, elmúlt esztendők, évtizedek világának fontos, sokszor fájó eseményeit, de benne mindig az marad meg számunkra, s belőle az hangzik el ma is, ami építő, ami felemel, ami mindeneket átértékel, és megtanít a múltat, és a jelent is másképpen látni. És ennek a szeretetnek az ölelésében és jelenlétében van jövendőnk, kibontakozik az is, s rejánk bízod hagyatékainkat, értékeinket továbbvinni, őrizni és vigyázni, az élet minden körülményei között megbecsülni, Istenem. És köszönjük neked, hogy a mi élet itt ma hálaadással összeborul egy imádságra, az emberi szó és lélek megtalálja felséges színedet, tud, igen, a lélek ereje által s Krisztusban megújulni, és valóban úgy tud együtt lenni, hogy meg tudjuk köszönni ezt a mai délutánt, hogy megengedted, hogy újra összegyűjtöttél bennünket, és a te áldásaidban és gondviselésedben gyönyörködve mehetünk tovább. Áld meg hát a szószólókat, a bizonyságtévőket, a gondolat tolmácsolóit, hogy valóban legyen felejthetetlenül szép, meghitt és áldott mai együttlétünk, Istenem. Ó, hallgass meg alázatos könyörgésünket, adj még számunkra hasonló boldog találkozásokat, Szent Fiadért, a Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el együtt a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei édesatyának szeretete, és a Szentlélek újjászülő ereje maradjon mindnyájunkkal. Amen. Végezetül Isten dicsőségére, lelkünk épülésére énekeljük testvéreink a 458. számú énekünk első és második versét. Így kezdődik, az Úr csodásan működik. Az Úr csodásan működik. Yeah.
szeretettel megismétlem köszöntő szavaimat, és fölkérem kedves tanárnőket és a jelenlévő testvéreket, Gellért Sándor költő gyermekeit, hogy a mára tervezett előadást tartsuk meg. Mi is jó szívvel és örömmel szólunk majd bele a rejánk bízott feladat teljesítésével. A Jóisten áldása legyen együtt létünkön. Kedves keresztény testvéreim, szeretettel köszöntök mindenkit. Azt a feladatot kaptam, hogy drága édesapámról beszéljek, az ő életrajzáról. 1916. december 11-én született Debrecenben, és meghalt 1988. január 26-án itt Szatmár Németügyben, szívelek elégtelenségben. Édesanyja egy 16 éves bözödújfalusi leány anya, édesapja pedig Fodor Sándor, aktív székely katonatiszt főhadnagy, aki a rokitói mocsaraknál elesett hősi halált halt. Csak zárójelben jegyzem meg azt, hogy az anyánk apja is az első világháború esett el, az egri születési Magos Jenő. A 12 napos drága szerelem gyermeket Gellér Gyula érdengelegi, majd érköbókuti, végül Dabolci tanító és felesége született Urai Juliánna fogadják örökbe Debrecenbe. Ők nevelik nem csak mint szülők, nevelőszülők, hanem az apja tanítója is, Dabolcon. Dabolcon a nagyapánk kis könyvtárában olvassa többek között Petőfi műveit, Arany János műveit és Ilosvai Sejmes Péter őstoldiát. Nagyon szereti nevelőapját, aki látja fogadott fiában a tehetséget, minden nyáron, minden nap egy-egy könyvet a kezébe adott, bevitte egy tanterembe, az osztályterembe, és azt mondta, ezt a verset tanuld meg kívülről. Aztán tudta a nagyapám, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy megtanulja a verset, elvette a könyvet, beadott egy lapot, és most azt mondta, írd le szóról szóra. Így fejlesztette az emlékező tehetségét. Valóban bámulatos emlékező tehetsége volt. Annyit még nagyapánkról, most a nagyapánkról. Azt írja apám, hogy ha az Isten újra formálna a magyar embert, akkor az ő mostól nevelő apjáról vehetné a példát, a formát. Dabolci elemiskola elvégzése után beiratják a szatmári református gimnáziumba, ahol olyan rendkívüli tanárai voltak, mint Liget Imre, Bagotai Sámuel, Nagy Béla, Kakasi János, Jámbor Sándor, Múi Sándor és mások. 1937-ben érettségizik, 38-ban román katonaságot végez Marosvásárhelyen. 39-ben versei miatt a román csendőrök keresik, ezért átszökik az egri lelkész fiával, Viski Feri bácsival Debrecenbe. Ott nagynénénél és nagybátyánál, Urai Sándornál, a kis templom papjánál, aki egyben püspöki titkár is lakik, és ott ismeri meg élete legnagyobb eszményképét, Karácsony Sándort, a legnagyobb tudós magyar pedagógust, a nagyhírű professzort, akire azt mondta édesapám mindig, hogy Isten a magyar életnek 500 évenként ad egy ilyen embert.
Sándor bácsi annyi mindenre megtanította, nem csak könyve által, beszéde által, többek között arra is, hogy mindig kontinensekbe kell látni, és évszázadokban gondolkodni. Igen. Abban kellene mindnyájunknak. Azt is mondta édesapám, ha nem jön a második világháború, és még van 10-15 év, akkor Karácsony Sándor az egész magyarságot egységes gondolkodóvá tette volna. Milyen szép. Milyen jó lenne egységesen érezni, vallásilag vagy világilag. Hát nincs egységes gondolkozás. Kedves testvéreim, Dabolcról Mikolába költöznek. Ő Debrecenben megismeri Karácsony Sándor mellett, aki a legnagyobb tanulmányt írta a Kalevaláról, a finn hősi eposzról, Gulyás Pált, úgy szoktuk nevezni, ő Debrecen Vejne Möjnene. De ott megismeri Mata Jánost, megismeri Földesi Gyulát, aki lejön egy adi estre Budapestről Debrecenbe, megismeri Olá Gábort és sok-sok más nagy embert, Móri Zsigmondot, Makkai Sándort és soratunk vég nélkül, hiszen Debrecen valóban a magyar élet nagy-nagy szellem forrása, termővidéke. Debrecenből fölutazik Budapestre, ahol megismeri Szabó Dezsőt, ezt a rendkívüli nagy embert, aki azt mondotta, minden magyar felelős minden magyarért. Én ezt úgy szoktam mondani a templomban. Minden keresztény felelős minden keresztényért. Igen. De megismeri dr. Földesi Gyulát is, az Adi Versek poéta adminisztrátorát, akivel 88 levelet vált Földesi Gyula, 88 levelet ír Budapestről Nikolába apánknak, és ő is természetesen viszont neki. Ő egyengeti útját, és ezt írja az Zilei Lajos Hit című folyóiratban, Nyelvvirásban, miután megjelent 1942-ben az első verses kötete a Bál udvarában, tehát akkor ezt írják. Ezt írja. Nyelvvirásban méltó társa a legnagyobb magyar költőknek. Versei Adival ellentétben a végükön csattannak, de az energikus vers megindítás nála is igen gyakori, mint Adinál. Aztán 1944-ben megjelenik a második verses kötete Budapesten az Exodus kiadónál. Ekkor Kocog Ákos, a Debreceni Tudomány Egyetem professzora így ír. Ma már első költőink között tartjuk számon, s tudomásul kell vennünk azt is, hogy ő volt az egyetlen költőnk, aki a háború évében kimerte mondani, ez nem a mi háborunk. Sokszor nyíltan és kíméletlenül mondta. Kedves testvéreim, tudjuk, 42-ben kiviszik a Donkanyarba. Hazajön, hozzákezd a nagy hőskültemény megírásához, de ír verseket is a háborúról. 43-ban feleségül veszi az egri születési Magos Juliánnát tanítónőt, akivel leélik az életüket és négy gyermeket. Szül édesanyánk apánknak Anikót, Ákost, Ágit és engemet. Fölneveltek tisztességgel és becsülettel. Közben beiratkozik a Debreceni Tudomány Egyetemre, amit megszakít a háború, majd folytatja akkor még a Ferenc József Kolozsvári Tudomány Egyetemen, magyar-olasz szakon, és végül 1951-ben magyar irodalom és nyelvszakos, hogy így mondjam, diplomát szerez
a Bolyai Egyetemen átkeresztelték közben. És Mikolában lesz tanár nyugdíjas koráig, de közben 1948-tól 4 éven keresztül Szatmáron a polgáriskolában volt tanító, közben végzett az egyetemet, háború után ugye lehetett ezt tenni. Tanítványai között volt Sipos Erő, a későbbi magyar szakos tanár Dobráról, és Sógor Gyula, az egykori tordai református esperes. Tehát ezután a 4 év után Mikolában lesz tanár nyugdíjas koráig, összesen 33 évet végig tanul. Azt is tudjuk, hogy nyugdíjba kényszerítik. Nem tudjuk, hány évet kellett volna még szolgálni, de nyugdíjba kényszerítették. Semmi nem törte meg. A leveléssel kapcsolatosan annyit kell mondjunk, hogy a szentelenséget nem tűrte, ki is verte belőlünk. Minden nap olvasott és írt, ha nem olvasott és írt, akkor magyarázott. Mindig volt mondani valója, és beszédében soha nem hibázott. Az iskolában mindenkitől szigorúan megkövetelte azt, hogy a Toldit tudja. Természetesen Toldi Miklós elemzését, György elemzését és így tovább. Aki pótvizsgára bukott, csak a Toldit tanulta nyáron, tudta, hogy ezt kérdezi, azt is kérdezte. Zárójelben jegyzem meg, azt mondta apám, hogy ő minden miniszter jelöltet a Toldiból levizsgáztatna, és aki nem tudja, azt nem engedné megválasztani. Jó lenne bevezetni. Kedves testvéreim, azt is tudnunk kell, hogy neved a családon és az iskolán kívül is. Mindig, akikkel találkozott, és akkor volt öröme, ha tudásával gyarapította a mi tudásunkat, és ha örömet szerzett nekünk életünknek. A könyvtáráról. 3000 kötetes könyvtára volt, ez volt az ő egyeteme, nem csak neki, a mi számunkra is, a család számára. De nem is egyetem volt ez, hanem szentély, ahol a lélek megújul, újjá születik, feltöltődik. Nem tűrte a rossz, illetve a tartalmatlan könyveket a könyvtárában. Azt mondta, olyan, mint a patkány. Betegséget terjeszt, pusztít, és lelket gyilkol a rossz könyv. Igen. Sorban látjuk ma is szemünkkel a könyvtárában a finn könyveket, az ázsiai könyveket, az orosz irodalmat, a magyar irodalmat, történelmet, néprajzot. És a nyelvészeti munkáit, és természetesen a nyelvészeti könyveket, egy külön kis polc volt, csak nyelvészet, külön kis polc, csak finnek, és így tovább. Kedves testvéreim, azt is el kell mondani, hogy sokan meglátogatták, még csak annyit visszatérő Karácsony Sándorra, hogy mindig az állított fokán beszélt róla. Nagy örömmel és könnyekkel a szemében. Jó lenne, ha ismernünk a könyvtárában azokat a könyveket, ha látnunk, amelyeket neki dedikáltak. Csodálatos dedikációkat kapott jó barátaitól, igaz barátaitól. Arról is lehetne beszélni, hogy nagy volt a tűrőképessége. Nem volt soha bosszúálló. Nagyon sokszor, sőt egész élete folyamán végig figyeltették, meg is hurcolták. Egyszer-két szekuritát és titkos rendőr tiszt vonaton kijött Mikolába, aztán miután azt is mondták többek közt ilyenkor, hogy még Szatmára se jöjjön, hanem a kenyeret vegye meg, vagy otthon, vagy Szatmáron a felesége.
és apánk vissza kikísérte őket az állomásra. Soffai György az egészségügyi hivatalban volt akkor. Látta mindezt, apu bejött hozzá, visszafele jött, és azt mondta, Sándor, hát ezeket kikísérted. És apánk egy szelíd legyintéssel csak ennyit mondott. Ők is emberek. Igen. Nem volt bosszúálló. Nagy békesség volt a szívében. És végtelen nagy szeretet. A költészetéről csak röviden annyit. Ráfogták évtizedek óta, hogy ő népi költő. Azt mondta, hogy csak annyiban vagyok népi, amennyiben Adi is az. Igen. Többek között azt mondta, hogy a költő népének karakterológusa. Igen. Ő is ezt végezte végig. El kell mondanunk azt, testvéreim, hogy felkérték 1971-ben, amikor a román kommunista párt az 50 éves jubilómát ünnepelt, hogy írjon egy verset. Kiküldtek egy újságírót, és az megmondta rögtön Kerek Perez, hogy Sándor, engem a párt küldött, hogy írjál egy dicsőítő verset a Szatmári akkori megyei labba. És apám csak egyik mondott, komán, mondd meg nekik, én nem írok verset rendelésre. Igen, soha nem írt verset rendelésre. Háború ellenes volt. Hála Istennek végre Magyarországon a tavaly kiadták a teljes magyarok háborúját, ami azt jelenti, hogy a prózai előszóval, az prózai utószóval a 33 háborús verser, ez a magyarok háborúnak a lírája, és a 25 énekkel, hős költemény énekével. Végig mind a 33 költemény, és mind a 24 hős költemény ének, mind háború ellenes. Hát sajnos kevesen olvassák, de jó lenne beletekinteni, hogy milyen is volt ott kint a Donkanyarba. A nagy magyar, hogy így mondja, mészárszéken látni, hogy esik el a nemzet színe virágja. Mert valóban oda veszett Jáni Gusztáv tábornok második magyar hadseregének majdnem teljes létszáma. Ha valaki, akkor ő is, mint gróf Tisza István, aki szintén a első világháború előtt egyedül ő mondta, hogy nem kell háborút kezdeni. Ő is ellene volt. Valóban ellene volt a háborúnak egész életében. Balcán Endre, Budapest egyetemi tanári róla a Magyar útban, ez egy folyóirat volt, ezt írja. Az ázsia iránti szerelmét sokáig titkoló magyarság dalol ázsiai magyar nyelven szűzivad éneket. Ugyanakkor Robotos Imre régi nagyváradi barátja ezt írja. Hogyan is feledkeznénk meg kozmikus méretű barátomról, Gellér Sándorról, aki egész életművet hagyott utókorára, írjaasztal fiókjában. Költő volt, vagy nyelvész? Irodalom történész, vagy tanár? Emlékíró, vagy a magyarság őstörténetének kutatója? Minden volt. Mértéktelenül több kézirata maradt kiadatlanul, mint amennyit jobbára megalázóan kiadtak műveiből. Sajnálatosan egyéni hangú verseny kívül bűvöletbe ejtettek előadási képességei. Elképesztő vers memóriája a magyar vers kultúrának úgy szólván teljességét birtokolta. Igen, egyszer Szatmáron megkérdezte a magyar szakos tanára, hogy hány verset ismersz, tudsz Petőfitől, azt mondta apám, hogy 50-et. De nem csak ennyit tudott ő. Ő tudott Balassitól is több mint 50-et,
Csokonai Vitéz Mihálytól is több mint 50-et, Aranytól, Petőfitől, Aditól, Sinka Istvántól. Fejében volt, egyszer elolvasta és tudta. Egyszer 1942-ben a Balaton Szászló Írói Konferencián, ahol ott volt Veres Péter, Szabó Lőrinc, Gáci Zoltán, sokan mások, Sinka elszavalta még meg nem jelent Hazátlan Salai című versét. 12 strófa verszak, pontosan 48 sor és gondolat. Ezt este a tábortűznél szavalt, mondta el Sinka. És bementek egy nagy-nagy helyiségbe, és apám azt mondta, én elmondom ezt a verset. És elmondta. Egy hallásra visszamondta. Azt mondták, Gáfi mondta, hogy ezt a megjegyzést tette a nagy csendben, hogy ezt én is így írtam volna meg. Vagyis, ő is eképpen fogalmazta volna meg minden gondolatot. A költő Sinka pedig ezt mondta a végén, az Istenit. Hát testvéreim, nagyon jó lenne ismerni a teljes Gellért művet, a teljes életművet. Nem is beszélnek róla. Annyit viszont el kell még mondani itt a műveiről, hogy a felét kiadták, de hiányosan, sok hibával, szinte a családnak az volt az érzés, hogy szándékosan hibáztak a korrektorok, a nyomdászok, és így tovább. Még az is felvetődött bennünk, hogy szinte felkérték, egyeseket felkértek arra, hogy elferdítsenek mondatokat, gondolatokat. Sokszor megherélték a verset is, és a prózai szöveget is. Ez végtelenül fájt neki, míg élt, aztán nekünk miután meghalt, és láttuk, hogy sok minden hogy jelent meg. Összesen 20 könyvet írt, ebből 9 próza és 11 verses kötet. A 9 prózai mű között van a magyarok, a magyar nyelv, ez 3 kötet, jelentéstan. Reméljük, hogy majd egyszer kiadják. A nyelvészetéről csak annyit akarok mondani, hogy vallotta, idézem. Mi amennyire finnugorok, annyira vagyunk törökök is. A 19. században lehet a Bécs nyomására, a Kamarilla nyomására, ha így tetszik, a bécsi titkos rendőrség nyomására összeugrosztották a Kossuth pártiakat a Széchenyi pártiakkal, vagyis Kossuth azt vallotta, hogy először szabaddá kell tenni Magyarországot, azután gazdaggá. Széchenyi fordító vallotta, azt akart, hogy először gazdag legyen, gazdaggá tegyük Magyarországot, utána szabaddá. De ez történt a nyelvészetben is, már akkor Aranyerül írogat is egy kis verset. Összeugrosztották a finnugoristákat ott turkológusokkal. Hát testvéreim, szomorú dolog. Akkor, amikor össze kellene fogni, most is azt látjuk, hogy Magyarországon az összefogás helyett fellángolt, még a nyelvészetben is ez az ellentét a finnugoristák és a turkológusok között. Leírta drága édesapánk, fel kell állítanunk az Ural-Altáji Népek Intézetét, aminek a Sumir Katedra központja, szárnyaiban pedig a magyar, finn és török nyelvészek nyelvészet tanítása folyna. A kéziratban levő majdnem 1000 oldalas 3 kötetes magyar nyelvőrült jelentés tanáról így ír: jogom volt elmondani véleményemet a magyar nyelvről, s miután láttam és tudtam, hogy magyar nyelvi titkok letéteményese vagyok, kötelességemnek is tartottam
elmondani véleményemet nyelvünkről. Az, amit az ősképről, az őskép fogalmi jegyeiről és az infekcióról írok, teljesen ismeretlen és új, nem csak a magyar, de a nemzetközi nyelvészetben is. Szálló igévé vált az, testvéreim, hogy addig, amíg ki nem adják a műveimet, addig engem csak félre ismernek, de nem ismernek. Azt is el kell mondanom, testvéreim, hogy életcélja a nemzetnevelés volt. Lényegében erre predestinálta, eleve elrendelt az Isten. Hogyan? Az igazság szent nevében. Ő mindig igazat mondott és írt. Lényegében ezt kellene tegye minden magyar ember. A nemzetnevelés területén mindig igazat mondani és igazat írni. Nagyon szerette népét. Kölcsei ott maradt csekélyben, ő is ott maradt Nikolában. Még akkor is, miután beköltözött 1980-ban bátyámhoz ide Szatmára, Ákoshoz. Nem szakadt el soha a magyar néptől. Adi a Hőkön és népe című versében így óvja a magyar népet a sereghajtóktól, ezért a népért úgyis mindegy. Ebb sorsot akar, hát akarja. Gellér Sándor ezért a népért, a drága magyar népért mindent feláldozott. Mindent. Ő mindig hallotta Mikolában a nép tiborci panaszát, és becsülettel, tisztességgel, szeretettel, ahogy tudta, orvosolta is. De nem csak népét, hanem magyar nemzetét is szerette. Nagyon szerette. Egész élete és életműve, versei, előadásai, tanulmányai, levelei mind arról tesznek bizonságot, hogy szereti, végtelenül szereti nemzetét. De nem csak nemzetét, hanem a rokon népeket is. És nem csak a finneket, hanem az Ural-Altáj, illetve a turáni népeket is. Határtalanul szerette. Nem mitosz volt nála Ázsia, hanem valóság. A Csillagok szóhomjegén befejeztem című könyvének előszavában ezt írja. A kor, amelyben élünk, mintha azt sugná, emberi és nemzeti kötelességünk a rokon népekkel foglalkozni. Szükség van az összebújásra, egymás melegére és segítségére. Igen. Gellér Sándor élet és életműve nem volt hiába való. Én is hiszek a magyar élet erejében és jövőjében. És Isten akaratából hiszem, hogy lesz még boldog magyar élet itt, a Kárpát hazában. Köszönöm figyelmeteket! Hallgassuk meg Gellért Sándort, Gellért Sándortól a Kínai Nagyfal előtt felvételről című versét, amelyik a Magyar Kalevala énekeiben jelent meg. Köszönöm.
jönnek a hunok, kiáltják az ősztornyokban a strázsát. Van nagy söntés viadelőn, végig a kínai falon. A vejszírva a törzőkben meg is ütik a böböket, vastagon szólnak az őrök, atyától a pihajbőrök. A nagy pusztán úgy kavarog a hűvőnek utána túl, hogy a szép a pelenőbe csak egy szentet látik tőle. Én nem ugrattam magamat a kínai nagy falat, csak egyik hunősön jártott, annak a szemével látok én most súlyás törzőket, ahogy itt a harmadikban magával a kárga mellett meghúzóra beszélgetek. Úgy tetszik maga, a román tanárnő, hogy ilyen román, tűzgatja, hogy mivel van ön belül a kínai falon. A magyar nép sok szép titka van azon belül, Flórika, mert vagyok már minden magyar lelkében a kínai fal. Csak maga van kívül rajta tehát, és most azt akarja megtudni, hogy törnyeivel mit szerethet a kínai fal. A földben a tűnök hagyom, felszántatlanul tarlagon, igazán patolpálnak, ne teremjen a császárba. A kis osztopos tornáton én a sűrgalambot várom, hogy a számba berepüljön, s az a csuda mindig eljön. Az a csuda, hogy a török uralmait nem lett török, fehér turbán, pörös csizmán itt váltak az álmaiban. A turbános vérvotóink helyiben németül bejöhetett bármi vihar, megvédett a kínai fel. A német törp nem csak ugat, de harap is, a kapukat kinyitottuk, s kezdtek szólni Rákóczi tárogatói. A maltényi zászlók rongyát, Kossuthék megint kibontják, megint fújják a rohamot, ezek a szép pillanatok. Olyan, mint egy ilyenkor a golyónak a zepesztrófa, eltehel áll a nagy élet, szent tüzében semmivé lesz. A lobogó pálya mellett Flórikával beszélgetek, a haja, mint a mély, sárga, úgy fordulja a vállára, mint az innak a hajlása, olyan formán áll a szája, közben kíváncsi kék szemmel kutat engem. Nem is ember, akit nem izgat, Flórika, az élet s a halál titka. Kit nem bánt, hogy mi van vajon belül a kínai falon? Ismerjük meg közelebbről a Magyarok háborúja című verses epikai kötetét, amely önéletrajzi munkának is tekinthetjük. Hiszen arról tudósít, milyen szerepet kényszerítettek rá 1942. március 18-án Sándor napi ajándékként a kézbesített katonai behívóval, mely egyetemi tanulmányainak félbeszakítását jelentette, és a II. Világháborúban a frontra vezényelték. Epikai elbeszélőmű, hiszen bevonulásától az 1943. februárjáig tartó hazakerüléséig részletesen beszámol az eseményekről, párosítva ezt az érzelmek gazdag tolmácsolásával, melyeket még gazdagít a gellérti költői nyelv művészi sokszínűségével. Az egész mű szorosan vett tartalma a viszony, vonja le lakónikus rövidséggel maga a szerző. A magyar nép viszonya a háborúhoz, a saját uraihoz, a németekhez, maga magához, a szovjet katonákhoz. De most már adjam át a szót az irodalomnak. Szólaljanak meg részletek a nagy műből, amelyek élményként, értékként maradtak fenn a nagy világégés után. Feljött a nap Voronyezsnél, részletet hallgassuk meg. Hé, bajtársak, merre vagytok? Balázs Kálmán, Gyenge Jenő, éltek-e vagy meghaltok? Ha még éltek, gyertek elő. Kiáltok a fiúk után, mert egyedül megőrülök. Hiába. A motorzajban nem hallik, a pásztort ülök. Kitalálok a kis útra, a szekérben áll a két ló, tenyérnyi nagy tajték vagy hab csepeg a földre szájukból. Csendesült a gép járása, nem víjog már úgy a sólyom, megkerülnek a fiúk is, és egyikben sincs ólom. Na, Szilvádi Géza, most már, mint a pörgőtűz, úgy hajtsál, örülj, hogy nincs más bajod, mint a fejeden ősz hajszál. Ősz hajszál? Az én fekete hajamban is van, azt hiszem.
feljött a nap Voronyezsnél, túl a Donon, a nagy vizen. Megengedi magának a derűsebb hangot is, bár a körülmények egyáltalán nem vidámak. Vadlibák az égen, Holló a vállamon című részlet következik. Veszprémben Jutason nem adtak csillagot, azt mondták rólam, hogy kommunista vagyok, és azért hoztak el az egyetemről engem, hogy itt a hómezőn halálomat leljem. Petőfi adjutáns volt Bemapó mellett, de én nekik csak a csontcsillag kellek. Kár volt ezt is adni, mert ameddig élek, maradok egyszerű magyar közlegénynek. Jáni Gusztávot már régen kivégezték. Körötte a földet pirosra festették. Ők tehát meghaltak, én pedig még élek. Szabadon szárnyalhat bennem már a lélek. Megszűnt a hideg is, nem folytogat egyre, csak a rossz költőknek tart még a szüretje. Különben a világ tavaszodik szépen, gágogva szállnak a vadlibák az égen. Vadlibák az égen, Holló a vállamon. A nagy ütközetre most kell kiszállanom, mert ha nem vigyázok, eltemetnek szépen itt a mikolai kiserdő szélében. És ti bajtársaim, halottak és élők, vajon mit szólnátok, ha a főregélőt úgy eltemetnék, hogy örökre híre veszne, ha csend borulna a szép magyar versekre? Dr. Fábián Gyula, a könyv egyik méltatója, csodálkozva vélekedik a költői nyelvről, a versbeli képekről. Ezt írja. Hogyan is lehet ilyen csodálatos gazdagságban írni a szomorúságról, elmúlásról, az élet próbáiról, veszedelmeiről, a pusztulás és a pusztítás tragédiáiról? Ezt bizonyítja a következő részlet, amelyet Gellért Ágnes, a költő lánya mutat be nekünk. Kisült a szalona. Dáriusz hadait szorítja a szittya. Kár volt fészket rakni erre a nagy sikra. Vonulnak a hadak, a daru madarak, a nagy éjszakában nem is kurjonganak. Itt van az éj megint, a csillag sátoros. Osztrogok városát bombázza az orosz, s a magyar katonák futnak nyakra főre, a hosszú utcákon, kifele belőle. Jön a szárnyas bomba, hamar a pincébe, ott, ahol a szenet bedobálják tére, leesett a bomba, s a csirkék karéja újra csak összeáll. Elrepült a héja. Kegyetlen hideg van fenn az országuton. Valaki vizet húztán a csordakuton. Vagy csak a szekerek nyikorognak, sírnak, hogy 1943-at írnak. Minden szekér mellett 3-4 katona düllöngőzik, mintha káposztát taposna. Vagy mintha részeg von, csak éppen nem dalol, elveszett a kiskulcs a házeresz alól. A bús magyaroknak az elején megyek, de nem találom én sehol a helyemet. Középre csapódok, majd pedig len hátra, itt is, ott is lelek egy-két jó barátra. Megvan még Kiskálmán, a nagyorú szakács, már csak ő látja el itt a hivatalát. Most is fő a kazán, és utána mondják, hogy a két legjobb ló húzza a kis konyhát. Az állunk alá van gombolva a sipka. Két nagy fülével a fáslit leszorítja, úgyhogy az arcunkból csak a szemünk látszik. Abban is a halál már bujócskát játszik. A katona pokróc itt harangoz rajtunk, mit a derekunkon szíjjal, mivel tartunk. Táncoló medvéknek hinnéd-e menetet, messzirünnen, vagy tán hosszú kísértetnek.
nincsen a lábunkon, csak ez a rossz bakkancs. Coki kutya, erről egy hangot se vakkancs. Rettentő hidegben, a csikorgó télben, ebbe cammogsz te már több, mint 1000 éve. Csiga lassúsággal mennek a nagy autók, szüntelen zörgetik fülünkbe a borsót, közzé keveredtem a sok katonának, akik a lábukon már-már alig állnak. Szemed előtt itt hajt a Tolsztoj muzsikja, a szán üléséből a rossz lovát szídja. Báránybőr a fején, szőrcsizma a lábán, legördülő könycsepp a két szempilláján. Elfáradt katonák kísérik a szánot, mintha maguk után belet vonszolnának, mennek a szán után majd 9-en, árván, szerelvényük ott sünk fenn a rakoncáján. Megállott a menet, be vagyunk kerítve, vagy csak a repülő dobta a terhit le. Nagy füst emelkedik, s olyanokat röffen, mint mikor a lekvár öregszik az üstben. Az éjkék vizében sebesen jön a hal, féloldalt a hóba levágódok hamar. Kár volt levágódni, kár is itt már félni, hiszen olyan mindegy meghalni vagy élni. Olyan vagyok én már, akár csak a holdvert. Kiveszem a tokból a kámzsás revolvert, nézek a csövébe, ravaszán a kezem, a földi szenvedést mindjárt bevégezem. Ide figyelj, gárda, 120 000 baka, most fejeződik be a magyar ballada, s magamban így szólok, vigyázz, hogy ne késsel a nagy pillanattal, ezzel a lövéssel. A magyar bakonyba víraszt Szabó Imre, a pislogó tűznél vár a verseimre. Mikor a parazsat megpiszkálja lassan, 3-4 bagó is huhog a magasban. Két legújabb versem, ha ő nem olvasná, csak újabb szenvedés von nekem a halál. Ezzel a revolvert visszadugom szépen, hadd álmodjon tovább a kis bölcsőjében. Bedobta a tüzet a magyar bakonyba, a vörös hadsereg a szovjet katona, s új életre kapott a hanvadó üszök, akinél a nyárson most szalonát sütök. Kisült a szalona, itt van a vers, a dal, táncba ugorhatsz már, kirgiz, kozák, magyar, mutasd meg, hogy te vagy a híres katona, akin az ellenség nem győzött még soha. Rácz Antal, hol is vagy, ülj a citerához, verd a halcsonttal, hogy sose legyünk álmos, még az unokánk is, az időben messze, sarkantyúját, ami nótánkra pengesse. Az Oroszországba a Don folyó mentére az orosz hómezőkre vezényelt hadsereg viszontagságai elevenednek meg a következő részletben. Holt katonák élén című részletet. Hallgass meg! Trencsén várának a bús romjai felett keringőzik egy sas, talán juhot keres. Olyan szédítően föl tudott szállani, hogy már nem is érik a napsugarai. Lábhoz tett puskával eltűnődve álltam a katonavonat nyitott vagonjában. Mi is arra vagyunk, pusztulásra, vészre, hogy testünket a sas darabokra tépje. Boldilevka felé tart egy lovas szekér. Fenn az orosz napból foly a menyecskevér, szembe a szekérrel megyek a nagy úton, úgy ki van ez járva, olyan, mint a beton. Rónai Józsefet hozzák a szekérben, felismerte, hogy ott feküdt holdfehéren. Átlőtték a szomját, s nincs egy korty víz nálam, hogy legalább szegényt abból megkínáljam. Szombathelyi Ferenc támadást indított. Lova Uszpenkánál ágyútüzet nyitott. Vaskalap, viharszí, hátunkon a bagázs. Ki ellen? Mi ellen megy ez a támadás? Davidovkát dum-dum, éjjel-nappal lövik,
lehajtja a fejét minden bogáncs tövig. A páncéltörővel repülőket lőnek, szétnyílva, lángolva esnek le a földre. Előre tanítók, ti vagytok a rudas, mindig, amikor van valami nem ulas, és pattog a szilánk a kézigránáté, mint mikor a rostán kipukkan a málé. Kis elemért kinn a mezőn hóttá lövik, a sebesülteket hordják és kötözik. Hordják és kötözik Nova Uspenkának az uri felüli legszélső házában. A Don mellett, Nova Uspenkában, de sok magyar fekszik a sírjában, messze van az ide, nagyon messze. Süt a hold a nyírfa keresztekre. Rá-rá nézek a lámpa ernyőre, a fehéren gomolygó felhőre, ahogy itt most ezt a verset írom, a holtakat a sírjukból hívom. Folyik a harc a lelkekben tovább, felnyergelték megint Hitler lovát. Szükség van a halott katonákra, kiknek testét a golyó nem járja. Az övemben Rákóczi zászlója, nem fakult az semmit majdtény óta, utána a holt katonák sora úgy robog, hogy füstöl az útpora. Mikor a harc végleg le lesz fújva, visszatérnek a sírjukba újra, s nyár estéken olyan szépen süt le a holdfény a nyírfa keresztjükre. Sok valóságos név hangzott már el. Az utókor nyomon tudja követni, hol harcoltak és hol elték halálukat bakák, tisztek, válogatás nélkül. A következő részlet is erről, az embertelen, kegyetlen körülményekről szól, amikor Ebek 30-adjára jutott egy gyenge felszereléssel, meggondolatlanul elindított hadsereg. Magyar katonák az orosz hómezőkön. A Donkanyar, a vakhurok, benne vannak a magyarok. Megjött a tél, s a hurokban szól az ágyú egyre jobban. Elérkezett a csára hajsz, arra futhatsz, merre akarsz. Feladták a döntő csatát a somogyi rossebb bakák. Égnek a magyar asztagok, hozza a szél a füst szagot, s a tűz fényében egy kozák ugratja a pejcsikóját. Nikolajevkának megyünk, de közben tán eltévedtünk, vagy miért állunk? A ragyogó nap fényében csillog a hó. Egy óriás szárnyaszegett madár a magyar hadsereg. Itt gunnyaszt a Szekérrudon, a nagy havas országúton. A 100 000 honvéd néma, olyan, mint a kilőtt puska, ez is csak málé kavaró fának, vagy minek volna jó. Ki tudja azt, hogy hol van már az esztergomi vasdandár, s ennyi nép közt kileli meg, hol vannak a veszprémiek? Hol van jó Bertalan János, hát kis Kálmán a főtáltos? Még a reggel együtt voltunk, de csúnyán széjjel szórodtunk. Hely, rácantal, kedves komán, elszaladtam a nyúl nyomán, s 5 vitamin tablettával küszködik az éhalállal. Hol van az én kötelékem? Ki tart vajon számon engem? Ismeretlen honvédekkel keveredtem az úton el. Nagy hideg van, csontkaparó. Rajtunk van az ágytakaró. Nem pólyált be így a báb, amikor jöttünk a világra. Az úton már a honvédek topognak a nagy hidegben. Ugye, fiúk, csak annak jó most, akit elvitt a golyó. Kis elemér Uspenkában fekszik rég a síri ágyban, oda vitte be a színészt a mezőről egy lószekér. Talán még az édesanyja odahaza nem is tudja, hogy a fia egy szép reggel Uspenka alatt esett el. Jó Kennedy zászlós úrnak, bunkerjéből indult útnak, hajnalodott épp a határ, látszott a kukoricaszár. Uspenkába ment a szekér, rajta feküdt kis elemér.
Szólt az ágyú meg a puska, de ő azt már nem hallotta. Ő ott feküdt a szekérben, lábbal a sarogja lécen, sátorlappal volt az arca a nap elől betakarva. A dűlőn a napsugarak játszottak, mint az agarak, s a szekeret nem kísérte, csak a vadrét kis lepkéje. Amikor megkérdezték Gellért Sándortól, hogy miért éppen finnből fordít, három érvet hozott felmentségére. Először azért, mert könyvet készül írni a magyar nyelvről. Tud már annyira finnül, hogy hozzáfoghat a magyar szavak jelentéstanának a megírásához. Másodszor a finn versek ingert adtak az elfáradt léleknek. Megkapta bennük azt az új lovat, amit Adi is kér, hogy tovább vágtathasson. Mert az embernek mit csak van ember, megállni nem lehet. Harmadszor úgy gondolta, hogy azokat a nyelvi szépségeket, amelyek még ott szunnyadtak benne, kidomboltatja a finn versfordításokban. Ezen indítatásból született meg a Csillagok Suomi Egén című kötet, amelyben a Gellért Sándor fordításai jelentek meg. Ami a műfordítás problémáját illeti, arról azt mondja, hogy prózát sokkal könnyebb fordítani, mint verset. A versben, a versfordításban gyakran elvész az eredeti költő zsenialitása, szavaival élve, nincs benne a darvak húzása. A finn versfordítások nem mások, mint alias Gellért Sándor, azaz Gellért Sándor maga, csak a tartalmi hűségre törekedett. Kedvenc finn költője Uno Kailas volt, akitől hallgassunk meg néhány rövidke verset Gellért Sándor átültetésében. Saru nélkül. Az én utam már kezdettől csak így indult, saru nélkül. Össze van a talpam vágva, ezer jó fű nincsen rája. Lábujaim kőbe verem, hízik a föld a véremen. Úgy érkezek én meg végül, ahogy kezdtem, saru nélkül. Jól van, szólok, ha a bánat rám dob egy rozmaring ágat. Elfogadom a végzetem, nem lázadok semmi ellen. A temető kapujában. Most már látom, bánat, öröm, mint csak azért éltetemben, mind azért volt, hogy belőlem minél nagyobb költő legyen. Szép verseim, gyermekeim, gyertek elő, hogy megáldjam sorsotokat, mielőtt eltűnnék a sír homályába. Az idegen ember. Néznek rám csodálkozókkal. Ki vagyok én? Egy idegen ember. Úgy hurcolom, mint egy fájós sebet ezt az én nagy idegenségemet. Megyek, futok a rossz szekeremmel, meddig leszek még idegen ember? Csobog bennem a szépségek kutya, és nincs hozzá
senkinek sem útja. Lelkünk sírhantjai. Lobog benned a láng, szál ezernyi szikra, s az életed lassan emészti, pusztítja. Egyszer csak megragad egy láthatatlan kéz, az ajtó félfádra titkos jeleket vés. Nem az a fájdalmas, hogy innen elmegyünk, hogy holdfényé válik az egész életünk, az fáj, hogy a lelkünk is temető, s benne a legszebb vágyaink el vannak temetve. Egy másik megjelen művéről is beszélhetünk. Levelek Anna Mája Raitillának. A leveles kötet előszavában az író világosítja fel az olvasókat, hogy ki is ez a finn nő, akihez intézi a leveleket, és hogyan ismerkedett meg vele. Azt már hallottuk előzőleg, hogy Gellért Sándor tudományos szándékkal foglalkozott a finn nyelvvel, megtanulta a nyelvet, egész kötetre való fordítást végzett, a finn költészetet a Gellérti csodálatos magyar nyelven tolmácsolta a versek iránt érdeklődőknek. Az előszóból az is kiderül, hogy a Román Írószövetség jóvoltából juthatott ki Finnországba. A finn minisztérium pénzt adott, de programot nem. Így hát magam csináltam magamnak, írja Gellért Sándor. Fodor Sándor barátom még itthon ideadta az Anna Maja címét. Elmentem hozzá. Helsinkitől úgy 18 kilométerre Tapiolában lakik. Érdekes a leírás, ahogy megrajzolja a nő alakját egy magyarországi író, amikor először meglátta a Hungária kávéház ajtajában. Petőfi versképe villant át rajta. Tulnan, vélem átellenben éppen, pórmenyecske jött, korsó kezében, korsaját még telemerítette, rám nézett át, aztán ment sietve. Hogy ki is valójában Anna Mája? Finn költő, írónő, műfordító is. Ő maga is egy kötetre valót fordított finnre a ma élő magyar költők verseiből. Különben adikutató volt. Kétszer kereste fel Mikolai otthonában kedves írótársát, Gellért Sándort. A levelek, amelyeket Gellért Sándor írt, elküldött levelek, de csak egyre kapott választ. Ezek a levelek irodalmi és nyelvészeti jelentőségűek, ahogy az író megállapítja. Új műfajt teremtettem a világirodalomban. Irodalmi kritikák ezek, és nyelvi kérdéseket fejtegető írások. 1968. december 10-én a Magány szikláján című versében így ír Gellért Sándor önmagáról. Vén sas lettem én is, aki fennkóvályog, de talán még többet búsul a sziklákon. Ki tud, fiam, finnül itt Szatmár megyében, s látod, ezzel is csak Mikoláig értem. Úgy látom, hogy nagyon kicsi az én népem, hogyha nagyságát az én sorsomon mérem. Anna Májának részletes pontossággal ír Sinka Istvánról, Kölcsey Ferencről, Karácsony Sándorról, Petőfiről, Tamási Áronról, Apáczai Csere Jánosról. Magyarázzál neki Petőfi a Puszta télen című versét, majd Adi három versét, és még sok név beíródott a levelekbe.
Ezekről Gellért Sándor elmondja saját véleményét, értékeli őket a maga sajátos stílusában, s általa felállított értékrend szerint. Olyan érdekesek, lenyűgözőek ezek az írások, hogy nem tudod letenni, amíg a végére nem érsz. Előttünk áll egy olyan széles látókörű, nagyműveltségű írója a 20. század magyar irodalom történetének, akiről iskolában, az egyetemen soha nem tanítottak, de ha csak ezt a kötetet adnánk a mai olvasó ifjúság kezébe, megismernék belőle az egész magyar irodalmat. Köszönöm. 2004-ben a kolozsvári Polisz könyvkiadó gondozásában jelent meg Gellért Sándor Kölcsei című kötete. A kötet első írása levél Kölcsei Ferenchez. Alcíme Túlvilág a halhatatlansághoz címzett vendégfogadóban. Ebben az írásában felismerjük a költő Gellért Sándor önazonulását, személyes vallomását a költő írósorsról, amely a mikolai magánsikláján oly közel áll a költőjéhez. Ezt a levelet szeretném bemutatni. Kedves urambátyám! Szinte kisdiákkorom óta kérdezősködök már urambátyám felől. De senki sem tudta megmondani, hogy hol és merre lakik. Álmostól már régen elköltözött. Csekéből is elköltözött már, s Pesten se található. Sehol se tudnak róla. Így aztán, mivel bántott a dolog nagyon, s a kíváncsiság is egyre szutyongatott, egy szép napon magam vágtam neki az útnak, hogy felkeressem urambátyámat. Elővettem az összes műveit. Egy fél évig olvasgattam és jegyezgettem belőle. S nagy örömömre megtaláltam urambátyámat a túlvilágon, a halhatatlansághoz címzett vendégfogadóban. Jól lehet, világ életében bor nem issza volt, s a vendégfogadóban csak megszállt egy-két éjszakára, mikor az országos ügyekben pozsony és csekek között szekerezett a sáros utakon. Abból a vendégfogadóból, ahova most szállt meg urambátyám, többé nem kell kimozdulnia. Ott örök szállása vagyok. Oda a mennyei delizsánszal érkezett meg, akivel küldöm én is ezt a levelet, hozzám mellékelvén ezt a kis munkácskát, amit utam közben írtam urambátyámról és a műveiről. Kedves urambátyám, Kölcsei Ferenc, én a kelmed életét és műveit nem tudom másként látni, mint az én életem jelképét. De hát így van ez jól. Minden író műve jelkép. Én például nagyon magamra döbbentem, mikor az Előbeszéd könyv nélkül című írásában ezeket a sorokat olvastam. Azonban akármennyit vizsgálódjam erre és amarra, mégis egyenes lélekkel vallom meg az óhajtott halhatatlanság felől, szinte-szinte kétségbe kell esnem. És ennek oka, jámbor olvasóim, nem egyéb, hanem az én falusi lakásom. Hát urambátyám is így. Én is kétségbe kell, hogy esnem a halhatatlanság felől. S mit se használ a gyorsposta, ha nincs egy becsületes írógép a közelben.
És ha igaza van a közmondásnak, aki a tűznél van, melegszik. Messze van én hozzám Nagyvárad, Bukarest, Kolozsvár, Budapest. Itt élek Mikolában. Késői földie vagyok urambátyámnak. Nem tartozik ez a vidék sem Erdélyhez, sem Magyarországhoz, de még csak a régi Párciumhoz sem. Itt vagyok tanár-tanítói minőségben. Ez a dolog nem fáj. Minden tanár tanító. Csak nem minden tanító tanár. Az viszont már fáj, hogyha el akarok menni bizonyos irodalmi ügyekben, mondjuk Kolozsvárra, akkor instanciát kell begyújtanom a Rajonic Fát tanügyi szekciójához. Nem földhöz ragadt paraszt, hanem földhöz kötött értelmiségi vagyok. Instanciát pedig nem is szeretek írni. Azt írja uram bátyám a Celesztináról szóló cikkében, de ne hidd, mintha a természet ajándékai használatáról számot ne kérne. Rettegj azokat eltemetni, mert minden sejdítés, melynek valaha vissza szép alakká kell volna érni, kínosan fogja magát megbosszulni. Ez is felhőt von a lelkemre. Ez is mennyire igaz, mennyire figyelmeztető a számomra. Mennyi szép vers lappang benne. Mennyi szép gondolat a magyar nyelvről, s nem tudom őket magamból kiírni. Pedig nem szeretném, ha bosszút állanak rajtam idővel. Mi az oka annak, hogy nem írhatom meg őket? Először is, nincs rá időm. Mikor legtüzében vagyok a munkának, az ihletés lángóráiban, a hév legszentebb perceiben, akkor jön a kis bíró, hogy gyűlésre kell menni. És a gyűlésem rendszerint miről van szó? Arról, hogy a Borcsa néni tyúkja nagyobb attolyt, mint a libatojás. A libája pedig kisebbet egy tyúk tojásnál. Nyilvánvaló, hogy a tyúk haladó szellemű. Mi több? Élmunkás, stahanovista, a liba pedig a legmegáltalkodottabb reakciós. Holnapra le kell vágni. Aztán meg az utcasort kell járni. Újság előfizetőket kell szerezni. Autóinputérét szedni. Az olvasókörbe menni. Vagy lozinkákat vázolni a kerítésre. Nincs is annál szebb látvány, mint mikor a csirizes vagy festékes vederrel meg egy nagy kőműves ecsettel járnak az utcába a tanítók. A kerítésekre ilyeneket kell felírni. Éljen a békeszerető népek barátsága. Vagy parasztok, iratkozzatok be minél többen a kollektív gazdaságba. Ezek mind éljenek. A parasztok is iratkozzanak be mindannyian a kollektív gazdaságba, de mikor írom én meg a magyar Kalevalát, s mikor írom meg a világirodalom legszebb szerelmes versét 18 évekkel? És hol írom meg? Ez a másik szomorúságom. A lakásom nyáron sötét, télen is az, akárhogy bőgetem a sporban a tüzet, sohasem emelkedik feljebb a hőmérő 8 Celsius foknál. Az asztal körül járkálok, ha a lábam fázik. Mikor megnyújtom az asztalon a petrolomlámpát, a 4 gyermekem körülüli, mind a 4 iskolába jár. A lámpának elég gyenge világítása van, s én a sarokba húzódva álmodozhatok az 54 énekes eposzomról. Hely, ha volna nekem egy meleg könyvtár szobám, ahova be volna vezetve a villany. De hideg szoba
fotogénlámpa, s bóbiskolás a sarokba. A legszomorúbb, hogy mindez az urambátyám idejében még csak elment volna. De most a 20. század közepén vagyunk. Kedves urambátyám, a levelet azért szoktuk írni, mert vagy kérni akarunk valamit, vagy örömhírt közlünk, vagy panaszkodunk. Én mind a hármat csinálom egyszerre. Az örömhírt és a panaszt már elmondtam, hátra van még egy kérés. Arra kérném urambátyámat, hogyha elolvassa ezt a kis munkácskámat, amit itt küldök, ne nézze, hogy gyenge erőmből csak ennyit telt. Elsősorban magamnak számoltam be urambátyámról, s csak azután másoknak. Maradok tisztelettel és fiúi szeretettel, Gellért Sándor. Kelt Mikolábat 1957 őszét a síró rét tövében. Az elején azt mondtam, hogy különös érzésekkel próbálom megközelíteni azt a lelki világot, amelyik az édesapáról tesz bizonyságot, és beszámol számunkra Gellért Sándor költő életéről, munkájáról, küldetéséről, amit a Jóisten ebben a világban rejábízott. És úgy érzem, hogy nagy tisztelt úr beszámolója után mindannyian szárnyakat kaptunk, és csodálatos volt, köszönjük szépen. De mind abban a világban, ami az ő költői munkássága és irodalmi tevékenysége pedig, drága tanárnőink segítségével sikerült egy olyan képet kapni, és egy olyan világba betekinteni, amely által úgy lettünk gazdagabbak, hogy az elhangzottakért csak azt tudjuk mondani, a Jóisten áldja meg őket, és kívánjuk, kérjük az Urat, hogy továbbra is ruházza fel őket közöttünk ilyen áldásos munkálattal, szolgálattal, feladattal. Nagyon szépen köszönjük Járos Éva tanárnőnek, Sándor Erzsébet tanárnőnek, és köszönjük Gellért Ágicának ezt az összefogást, és lelkésztársamnak, Balázs tiszteletesnek, és köszönöm én is, hogy rám is gondoltak, és bekapcsolódhattunk a felolvasott vers részletekkel, abba a világban, ami éppen a donkanyari eseményeket fogalmazta meg, és abból a 33 versből kaptunk ízelítőt, ami tulajdonképpen nagyon nehéz körülmények között született. De megmaradt és túlnőtte a történelem borzalmait, és őrizzük szívünkben, és vigyázzunk rejá, és adja a Jóisten, hogy még sokszor találkozzunk. Szeretném átadni a Nőszövetség nevében, kérem Balázs tiszteletest is segítsen, ezeket a virágcsokrokat, mindazért a lelkiismeretes munkáért, amelyet folytattak, és a mai napon végighallgattunk. Köszönjük szépen a szép előadásokat tanárnőnek, Ágicának. Ugyanakkor tanárnőnek szintén. Ugyanakkor nagy tiszteltük Gellért Gyula Esperes úrnak egy prédikációs kötettel szeretnénk hízelegni, amelyen a Láncos templom belső képe is látható, ez a hétköznapok estikéi. Legyen ez bizonyíték arra, hogy összefort a lelkünk itt Szatmár Németiben, Mikola határában barátságunkat ápolja a Jóisten, és sokszor találkozzunk még itt a templom árnyékában, és beszéljünk szép dolgokról, értékes dolgokról. Legyen áldott édesapátok emléke, és legyen drága kincs, amit Isten kegyelmékből ránk hagyott, és ezt valóban tudjuk őrizni és továbbadni a következő nemzedéknek. Köszönöm. És Anikónak is egy könyvet szeretnék átadni, fogadja szeretettel.